1997. október 1-jével Magyar Köztársaság elnöke Göncz Árpád Pétfürdőt önálló településsé nyilvánította. Tavaly ez alkalomból örömtűz gyúlt Pétfürdőn, amely az évforduló alkalmából ez évben is fellángolt. A kis megemlékezésen Szent László kórus, a Horváth István általános iskola énekkara, a Péti Munkás kórus dalaival köszöntötte ezt a napot. Somjai Sándor verset mondott, és a megemlékezésen Horváth Éva, Pétfürdő polgármesterasszonya rövid beszédet tartott. Az erről készült összefoglalónkat látják. Épp a Szajna felé, égtek lelkemben a kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, viborok, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, sugott valamit, Szent Mihály útja beleremegett, züm, züm, röpködtek végig az úton a tréfás falevelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, Párizsból az ősz kacagva szaladt, hogy itt járt, én tudom csupán, a nyögő lombok alatt. Ilyenkor már tavaly szeptember 30-án tartottuk meg az első örömtüzet, Pétfürdő függetlenségének a kihirdetése napján. Eltelt egy év, és én úgy érzem, hogy ez az év nem volt tanulság nélküli, de valamit bizonyított. Bizonyított valamit, amit nem tudnám pontosan megmagyarázni, hogy hogy kellene elmondani igaziból. Valahogy a költő azt mondja, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegedjenek az emberek. Hát a nagy tüzet megraktuk tavaly is, megraktuk idén is, és ebből a tűzből mi talán azt a kis pislákoló fényt egy év alatt létre tudtuk hozni, amivel megpróbáljuk ezt a tüzet idén megint meggyújtani, hogy ez a nagy tűz egy idő után létrejöjjön. Én szeretném, hogy akik itt vannak, és akik nincsenek itt, és majdan látják ezt a felvételt, vagy nem látják, de talán a szívükben érzik, hogy ez a bizonyos október 1-je, ez nem volt hiába való. Ez az egy év bebizonyította, hogy ez az október 1-jének volt értelme, mert meg tudunk élni önállóan, ez a település életképes. Lehet, hogy nem értünk el annyi sok mindent, lakók, lakosság, polgárok, tisztviselők, itt dolgozók, mint amit szerettünk volna, de van egy lehetőség, és csak rajtunk múlik, önökön, az itt lakókon, pétfürdőieken, és ezért vagyunk egymás között, hogy bebizonyítsuk, hogy igenis Pétfürdő egy életképes település, és ezt a napot mindig meg kell ünnepelnünk. Jövőre már két kis lámpafény fogott élni, remélem, amivel meggyújtjuk a nagy tüzet,
és bízom benne, hogy ez a bizonyos nagy-nagy tűz, ami mellett az emberek melegedni tudnak, és amit úgy hívnak, hogy tétfürdő, az előbb-utóbb bekövetkezik.